A Kőrös Szolg Nonprofit Kft. Által működtetett kiskőrösi rónaszéki fürdő számára rengeteg újítást hozott a 2023-as év, hiszen a meglévő szolgáltatási kör folyamatos működtetésére építve további lehetőségek megteremtésére törekedtek a cég dolgozói. Ennek érdekében bővült programkínálattal várták a látogatókat. Próbáltunk kísérletezni, főképpen a nyári időszakban, és több vonalon is kisebb rendezvényeket vittünk a fürdőbe. Voltak itt sportrendezvények, voltak családi rendezvények, voltak olyan kempinges rendezvények, amik előremutatóak. Próbáltunk gasztronómiai vonalon is egy kis újítással élni. Ennek köszönhetően júliusban strandkézilabda tornának, augusztusban pedig strandfoci tornának adott otthont a fürdő. Emellett július 29-én a Fürdők Éjszakája rendezvénysorozathoz is csatlakozott az intézmény. Augusztusban a gyerekek, valamint a felnőttek egy családi nap keretében is élvezhették a fürdő adta újításokat. Azonban a 2023-as évet nem a megszokott helyén indította a fürdő. Január 15-től április 15-ig a kiskörösi rónaszéki fürdő átköltözött a szomszédos Imperiál szállóba, és abban a három hónapban egy átmeneti időszakban ott nyújtott szolgáltatásokat a fürdő vendégek számára. Nyilván a szolgáltatási palettájának egy szűk szegmensére tudott csak ott lehetőséget nyújtani, de működtünk, tehát nem zártuk be a fürdőt, igaz a saját helyén a működtetését felfüggesztette erre a három hónapra. Az áprilisi nyitással párhuzamosan egy új árképzési formában várták a látogatókat az üzemeltetéshez szükséges költségek növekedése miatt. Az energia szektor, az energia árak tekintetében, a munkabérek tekintetében és az összes beszállító, szolgáltató részéről már nem tették lehetővé azt, hogy a hasonló árszínvonalon nyújtsuk, hasonló egy árak mellett nyújtsuk a szolgáltatásokat. Ezért ott el kellett könyvelnünk sajnos, illetve mindenkinek el kellett fogadnia egy áremelkedést. Azonban a növekvő jegyárakból befolyó bevétel továbbra sem fedezte a fürdő üzemeltetésének költségeit, ezért jelentős önkormányzati hozzájárulásra szorult a kiskörösi rónaszéki fürdő. A látogatók számát tekintve növekedés figyelhető meg. A későbbiekben pedig szeretnék, ha a 2023-ban elkezdett új hagyományokat a 2024-es évben is élvezhetnék a fürdő vendégei.